Jó napot kívánok! Itt az ideje, hogy szemléltessük, mekkora támogatás is van a legerősebb ellenzéki EP lista mögött, vagyis a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listája mögött. Íme, ekkora. Összesen kicsivel több mint 60 ezer ajánlást gyűjtöttek össze a Szociáldemokrata Zöld Szövetség aktivistái országszerte. A legkisebb faluban is ott voltunk, és a legnépesebb fővárosi kerületekben is gyűjtöttünk folyamatosan. Ez, amit látnak, az a szükséges 20 ezer aláírásnak több mint háromszorosa. Persze, sokan tudnak nagyokat mondani, amit viszont itt látnak előttem, ez a bizonyíték. Bizonyíték arra, hogy egyre többen támogatják azt a Magyarországot, amely egy erős, szociális és zöld Európa létrehozásáért dolgozik. Egyre többen vagyunk, akik kompromisszumok nélkül akarjuk leváltani Orbán rendszerét, és nem kérünk a Fideszből, sem Orbánnal, sem Orbán nélkül. Ezért van a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listájának a legnagyobb esélye arra, hogy június 9-i európai parlamenti választáson kisebbségbe szorítsa Orbán Viktort. És ha ez megvalósul, akkor már a 2026-os választások előtt egy előrehozott választáson megszabadulhatunk végre Orbán Viktortól és a Fidesztől. És a kormányváltás után végre megvalósíthatjuk azt, amiért mindannyian küzdünk, az európai jólétet Magyarországon. Éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy június 9-én szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd közös listájára, és képviselőjelöltjeire szerte az országban. És most átadnám a szót Tüttő Katának. Köszönöm szépen, Klára! Ahogy te is kiemelted, ez a 60 ezer ajánlás, több mint 60 ezer, bizonyítja azt, hogy van igény egy másik ajánlatra Magyarország számára, egy zöld szociáldemokrata ajánlatra. Ez az, amit tettünk az önkormányzatainkban is, és ezt az ajánlatot kínáljuk most az európai parlamenti választásokra és az önkormányzati választásokra. Mi nem egymást akarjuk legyőzni, ezért kötöttünk szövetséget, tudjuk, hogy együtt erősebbek vagyunk, mint külön. Mi az Orbán rendszert akarjuk lebontani, azt a rendszert, ami a magyar vagyon és közpénz szivattyúzására lett kiépítve. Lebontani ezt a rendszert, nem reszelgetni Orbán Viktorral, Rogán Antallal, Lázár János, Mészáros Lőrinc és a többi pártkatonával együtt, akik Magyarország kifosztására szövetkeztek. Arra kötöttünk szövetséget, három ellenzéki párt, akik együtt erősebbek vagyunk, mint külön, hogy ezt a rendszert lebontsuk, minden erőnket, minden energiánkat és tudásunkat erre fogjuk fordítani, mert ez az ellenzék feladata. Ezért fogunk tudni június 9-én a legerősebb ellenzéki szövetségként egy másik ajánlatot tenni Magyarország számára, de ehhez szükség van a szavazóinkra, ezért kérjük önöket, titeket, hogy szavazzatok egy valódi szociáldemokrata, zöld ajánlatra június 9-én az európai parlamenti választáson és az önkormányzatoknál is. Most átadom a szót Barabás Rihárdnak, a Párbeszéd zöldek társelnökének. Nagyon köszönöm, Kata, és egyúttal hadd gratuláljak annak a több ezer aktivistának, aki a három párt színeiben ezt a 60 ezer ajánlást összegyűjtötte. Az Orbán rendszer legyőzéséhez az ellenzéki erők szövetségén kívül az értékeink következetes képviselete is szükséges. A szociáldemokraták, a szocialisták és a zöldek ezért kötöttek szövetséget, mert az Orbán rendszert csakis a szociális és zöld értékek mentén lehet és akarjuk leváltani. Olyan Magyarországot, sőt, olyan Európát akarunk, ahol közösen védelmezzük egymás szabadságát, közösen küzdünk az európai bérekért és a nyugdíjakért, és közösen teszünk meg mindent a klímavédelméért, a bolygónk jövőjéért. Erre képesek vagyunk, és mögöttünk áll az ellenzékiek nagy része, ezt jelzi ez a 60 ezer ajánlás is. Ezért kérek mindenkit, hogy aki nem csak Orbán Viktort akarja leváltani, de egy szabad, gondoskodó, zöld és klímabarát Magyarországot is akar, a szavazó június 9-én a DK, az MSZP és Párbeszéd közös listájára, a legerősebb ellenzéki listára. Érjük el együtt, hogy Orbán kisebbségbe szoruljon, és előrehozott választásokat kelljen kiírni. Köszönjük szépen a támogatást! És kérem, jöjjenek velünk, hogy le tudjuk váltani Orbán Viktor rendszerét. Június 9-én az európai parlamenti választáson szavazz a közös listára.